Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengénlátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Arthur Conan Doyle, az utolsó feladat. Nehéz szívvel ragadok tollat, hogy az én lángeszű barátomnak, Sherlock Holmesnak emlékét megörökítsem. Ami azoknak az élményeknek és kalandoknak a leírását illeti, amelyeknek ismerettségünk kezdete óta közösen részesei voltunk, nagyon jól tudom, hogy igen sok kívánnivalót hagy maga után. Éppen azért azt az esetet, amely két évvel ezelőtt úgy feldúlt a életemet, hogy most is olyan fájdalmat okoz, mint akkor nem is akartam papírra vetni. De James Meriani ezredesnek nemrég megjelent levelei, amelyekben bátyjának emlékét az utókor előtt tisztázni akarja, arra indítottak, hogy az egészet szigorúan az igazsághoz híven átadjam a közönségnek, annál is inkább, mert én vagyok az egyetlen, aki annak a soha el nem felejthető tragédiának szemtanúja volt, s azt minden egyes részletében olyan alaposan ismeri, hogy azt elhallgatni barátom emléke elleni vétek lenne. Az esetről nyilvánosságra hozott körülményeket a hírlapok csak nagyon hézagosan adták elő, a tragédia egyik szereplője bátyjának levelei pedig teljesen elferdítették őket. Így tehát nem marad más hátra, mint Sherlock Holmes és Mariani professzor drámáját az igazsághoz híven előadni. Nősülésem és meglehetősen jól megindult orvosi praxisom következtében, amint talán a szíves olvasók emlékezni fognak ritkábban érintkeztem Béker utcai régi barátommal. Ő ugyan, ha kutatásainál megbízható emberre volt szüksége, időről időre még felkeresett, de az ilyen alkalom mind ritkább lett, úgyhogy 1890-ben, amint jegyzeteimből kitűnik, ilyen eset mindössze háromszor fordult elő. Jegyzeteimből az is kiderül, hogy Holmes 1890 végén és 1891 elején a Francia Köztársaságtól kapott valami rendkívül fontos ügyben megbízást és két rendbeli értesítése, amit Norbonból és Nimből küldött, azt helyezte kilátásba, hogy valószínűleg hosszabb ideig lesz elfogalva. Gondolni lehet tehát, hogy mennyire meglepett, mikor április 24-én szobámba láttam belépni, svájdalmamra a rendesnél is sápadtabbnak és soványabbnak láttam. Bizony bizony, mondta, gondolataimat kitalálva, egy kis én nagyon is könnyelműen bántam el ezzel a rozogbeszerkezettel. Érzem is. De nincs ellenvetése, ha beteszem az ablaktáblákat. Azzal felkelt, s szorosan a fal mellé illesztve gondosan bezárta a táblákat. Úgy látszik, önfél valamitől, állapítottam meg. Valóban. És mitől, ha szabad kérdeznem? Szélpuskáktól. Mit jelentsen ez, kedves Holmes? Azt hiszem, kedves Watson, eléggé ismer arról az oldalamról, hogy éppenséggel nem vagyok félénk természetű. De, ha az embert közvetlen veszély fenyegeti, inkább őrültség lenne, mint bátorság, nem óvakodni. Szabad tüzet kérnem? S rágyújtva egy cigarettára, annak füstjét szemmel látható élvezettel szívta. Bocsánatot kell kérnem, mondta azután, hogy ilyen későn alkalmatlankodom, s mindjárt arra is kérem, engedje meg, hogy ha végeztünk, a kapu helyett a kertkerítésének falán távozhassam. De az Istenért, hát mit jelent mindez? Kinyújtotta a kezét, s láttam, hogy mindkét csukója be van kötve és vérzik. Amint látja, felelte mosolyogva, nem agy rémek üldöznek, hanem nagyon is hús és vérből való az emberek. De mondja csak, itthon van a felesége? Nincs, hosszasabb látogatóban van. Igazán? Egészen egyedül van. Egészen egyedül. Akkor legalább nem esik olyan nehezemre azt az ajánlatot tenni, hogy kísérjen el egy hétre a kontinensre. Hová? Az már nekem egészen mindegy, akár hová. Mindez felette feltűnő és nyugtalanító volt, mert Holmes nem szokott hiába való utazásokat tenni, rendkívül sápatarca pedig roppant izgatottságot árult el. Amikor észrevette, hogy aggódva vizsgálgatom, könnyekével térdére támaszkodva, magyarázatba bocsátkozott. Ön kétségkívül kívül hallott már Meriani professzorról egyet mást. Soha semmit. Nos, éppen abban rejlik az ő zsenialitása és bámulatra méltósága, kiáltotta Holmes. Egész london felforgatja, és mégsem ismeri senki. Már maga ez az egy dolog a bűnkrónikák legelső hősévé avatja. Egész komolyan mondom, kedves Watson, hogyha e felett az ember felett győzelmet tudnék aratni és az emberiséget tőle megmenteni, életpályámat befejezetnek tekinteném, s nyugalomba vonulnék. Mert köztünk legyen mondva, az utóbbi időben a svéd királyi háznak s a francia köztársaságnak tett szolgálataim jutalma olyan jövedelmet biztosít számomra, hogy egészen átadhatnám magamat kémiai kísérleteinek. De azt nem tudom eltűrni, egy pillanatig sem hagyna nyugodni, hogy ez a Meriáni kényekedve szerint garázdálkodhat egész Londonban anélkül, hogy valaki legalább megpróbálná vele felvenni a harcot. De hát mit csinált ez az ember? Csodálatra méltó életpályát futott be eddig. Jó családból származik, kitűnő nevelésben részesült, s bámulatra méltó tehetsége van a matematikához. 21 éves korában egy tanulmányt írt Archimédész egyik tételéről, ami egész Európában feltűnést okozott. Ezáltal egyik kisebb főiskolánkon tanszékhez jutott, s minden látszat szerint fényes jövő küszöbén állott. Csak hogy szerencsétlenségére áttöröklés útján olyan sátáni hajlamot érzett büntettek elkövetésére, hogy attól kiváló szellemi képessége nem, hogy megóvta volna, de még inkább ösztönözte. Magától értetődik, hogy ilyen körülmények között egyike lett a legveszedelmesebb rinadóknak, aki körül valóságos legenda keletkezett, s ő kénytelen volt állását ott hagyni, s Londonban letelepedni, mint a tiszti vizsgák előkészítő tanára. Ennyi, amit a rendőrség tud róla, ellenben, amit most fogok elmondani, magam tudtam meg. Azt tudja, hogy London az ember matadorjait senki nem ismeri úgy, mint én, csak hogy nekem is már évek óta feltűnt, hogy minden nagyobb büntény mögött egy olyan titkos és hatalmas kéz működik, amely a tettes körül font hárót az adott pillanatban egy rántással széttépi, és a bűnest az igazságszolgáltatás elől elbújtatja. Mindenütt, lopásoknál, rablásoknál, betöréseknél, gyilkosságoknál tapasztaltam ezt a titokzatos gépezetet. Évekig dolgoztam rajta, hogy leleplezzem a kulisszák mögött működő gépmestert, aki az egész szerkezetet mozgásba hozza, s az utóbbi időben minden kigondolható útvesztő után végre megtudtam, hogy a szálak Meriáni kezébe futnak össze. Lelkemre mondom, kedves Watson, ő a gazemberek Napóleonja. A büntettek fele nem csak Londonban, de egyebütt is tőle származik, jobban mondva, ő az értelmi szerzőjük, mert ez az ember lángész és mélyen gondolkodó bölcs. Elsőrendű agyműködése van. Mint a póka hálóját, úgy bocsátja ő is szerte az ő szövedékét, amelynek minden egyes szára rezgését nyomban megérzi. Ő maga ténylegesen semmiben sem vesz részt. Ő csak a tervező, de körülötte egész sereg mindenre képes segít lappang. Ha például arról van szó, hogy egy végrendelet vagy más fontos okmány eltűnjék, egy ház kiraboltassék vagy valaki lábaló eltétessék, csak a professzornak kell utasítást adni, s minden úgy történik, mint a karikacsapás. A bűnsegéd vagy a bűnpártoló lehet, hogy a csendőrség kezére kerül, de az igazi bűnös soha. S ilyenkor soha sincs hiány sem pénzben, sem utánajárásban, hogy az illetőt szabadlábra lábra helyezzék, a bíróság előtt fehérre mossák. S a senki még csak nem is gyanakszik. Ezt konstatáltam hosszú kutatásaim során, kedves Watson, s feltettem magamban, ha törik, ha szakad, széttépem ezt a veszedelmes szövevényt. Csak hogy ez az ember, amilyen zseniális, épp számító és óvatos is, úgy körül van bástyázva mindenféle óvintézkedésekkel, hogy lehetetlen megközelíteni, azaz bűnösségét úgy bebizonyítani, hogy a törvényszék elé állíthassam. Ön tudja, mire vagyok képes, kedves Watson, s mégis három hónapi szakadatlan hajsza után be kell vallanom, hogy ami a szellemi képességeket illeti, most az egyszer méltó ellenféllel állok szemben bámulatra méltó ravassága annyira elragadta, hogy gazságai nem is tudtam úgy szörnyűködni, mint kellett volna. De végre mégis fedetlenül hagyta egyik oldalát, az igaz csak egy pillanatra, se ez, miután annyira a sarkában voltam, elegendő volt. Most már ő is be van hálózva, s csak a végső rántás hiányzik, hogy menthetetlenül fogoly legyen. Három nap múlva, azaz jövő hétfőn annyira éret lesz a dolog, hogy a tanár úr egész személyzetével a rendőrség kezében lesz. Ez lesz a század legszenzációsabb bűnpere, amely fényt fog deríteni negyven, eddig fel nem tárt büntényre, s az egész bandát akasztófára juttatja, de jól értse meg, csak abban az esetben, ha nem hamarkodjuk el a dolgot, különben az egész sereg jó madár elröpül. Ha mindazt, amire rájöttem, a professzort után kívül szerezhettem volna meg, akkor egészen simán folyt volna le az egész. Csak hogy ez az ő páratlan óvatosságával szemben lehetetlen volt, mert az igazat megvalva minden lépésemet ismerte. Minduntalan kirántotta a fejét a hálóból, de én csak hamar ismét megfogtam. Ha ez a néma, de annál elkeseredettebb élethalálharc, a támadások és védekezések egész özene életűen előadható lenne, nem lenne hozzáfogható példa a titkos rendőrség évkönyveiben. Soha életemben nem volt szükségem akkora erőfeszítésre, és soha életemben nem tett még ilyen próbára senki. Éppen csak, hogy egy kis előnyt tudtam magamnak biztosítani. Ma reggel akartam a végső rendelkezést megtenni, s három nap múlva az egész nyelvbe lett volna ütve, de amint magányosan szobámban ülve az utolsó hulokról gondolkoztam, egyszerre csak feltárul az ajtó, s a professzor áll előttem. Tudja, hogy az idegeim meglehetősen edzettek, és sokat kibírnak, de be kell vallanom, hogy megrendültem, amikor azt az embert, akivel hónapok óta ébren és álmomban foglalkoztam, magam előtt láttam. Megjelenése különben is meghökkentő. Rendkívül magas és sovány, homloka előre dudorodó, szeme mélyen fekvő. Arca simára van borotválva, s nem tagadhatja le, hogy tudós és aszkéta. Válla a sok szellemi munkától meggörnyett, a folyton ide-oda himbálódzó feje valami kígyószerű jelleget ad neki. Számtalan redővel övezett szemével csak nem felfalt a kíváncsiságtól. Koponyája felsőbb érzések fejlődését jelzi, így kezdte beszédét, nem felel meg egészen okoskodásomnak. Veszedelmes dolog töltött fegyvert tartani a háróköntöse zsebében. Mert tudnia kell, Kedves Watson, hogy én nyomban tudatában voltam a nagy veszélynek, amelyben forgok, mihelyt belépni láttam, mert hisz számára életkérdés engem örökre elnémítani, s azért villámsebességgel ragadtam fel az íróasztalomon fekvő revolvert, és rejtettem a zsebembe. Megjegyzésére aztán kivettem, s felhúzva magam erétettem az asztalra. Ő mosolygott ugyan, de szemében olyan villámcikázott, hogy csak revolverem társaságában éreztem magam nyugodnak. Ön kétség kívül nem tudja, ki vagyok. Ellenkezőleg, azt hiszem, láthatja, hogy tudom. Különben, ha van valami mondani valója, foglaljon helyet, öt percig a rendelkezésére állok. Amit én mondani akarok, azt ön mind tudja. Akkor hát azt is tudja, mi a feleletem. Öne szerint nem tágít szándékától? Soha! Erre zsebébe nyúlt, amire én is megragadtam a revolvert. De fegyver helyett egy noteszt vett elő. Január 4-én először állt utamba. 24-én feltűnően kellemetlen lett. Február közepén formális nehézségeket támasztott nekem, március végén minden vállalkozásomat meghiúsította, most pedig április végén, folytonos üldözése következtében helyzetem annyira rosszabbodott, hogy szabadságom is veszélyeztetve van. Ez tarthatatlan állapot. Van tehát valami javaslata? Kérdeztem gúnyosan. Van. Önnek engednie kell minden áron. Igen, de csak jövő hétfőn. No, no. Egy olyan észsel megáldott ember, mint ami ennel ön dicsekedhet, lehetetlen, hogy ne lássa be, itt csak egy út kínálkozik a megmenekülésre, az, ha visszavonul. Maga teremtette ezt a dilemmát szakadatlan ellenségeskedésével. Különben őszintén bevallom, hogy módszere igazi szellemi élvezetet nyújtott, és végtelenül sajnálnám, ha e végső eszközhöz kellene folyamodnom. Ön mosolyog, holott jól tudja, hogy nem szoktam tréfálni. A veszély mesterségemhez tartozik. Itt azonban nem csak veszélyről van szó, hanem arról, hogy kettőnk közül egyikünknek el kell hallgatnia, s az nem én leszek, mert ön nem egyes emberrel, hanem egy egész szervezettel áll szemben, s ezt a tényt minden éles látása dacára, alapjában nem tudott megérteni. Ha nem enged, könnyű RT jelenül eltiporjuk. Nagyon sajnálom, mondtam, miután felkeltem, hogy élvezetes társaságáról immár le kell mondanom, de nekem egyéb sürgős teendőm is van. Ő is felállt, s fejét rázva, némán nézett rám. Én is sajnálom, felelte végül, hogy ön olyan konok. De én nem tehetek magamnak szemrehányást, megtettem mindent, amit tehettem. Önnek minden sakhúzása ismeretes előttem. Hétfő előtt nem tehet semmit. Most tehát az a kérdés, ki dől előbb ki? Én vagy ön? De ismétlem, hogy nem én leszek a vesztes. Ön olyan bókokkal halmoz el, mondtam neki, hogy én is kénytelen vagyok egyel viszonozni. Ha tényleg sikerülne azt az alternatívát megvalósítani, hogy életemmel kelljen megfizetni az önlehetetlenné tételét, szívesen feláldozom. Én csak azt helyeztem kilátásba, hogy önt megsemmisítem, mondta, szemét hunyorgatva, s azzal megfordult, s köszönés nélkül eltávozott. Így folyt le az én nem mindennapi találkozásom veszedelmes ellenfelemmel. S ha őszinte akarok lenni, nem nézek félelem nélkül a jövő elé. Egész lénye azt fejezte ki, hogy az az ember nem szokott a levegőbe fenyegetőzni, hanem megtartja, amit ígér. Ön erre azt kérdezhetné, miért nem fordulok a rendőrséghez? Mert szentül meg vagyok győződve róla, hogy az életem elleni merényletet nem ő, hanem valamelyik bűntársa fogja megkísérelni. Erre már kézzelfogható bizonyítékaim is vannak. Talán már megtámadták. Hát bizony, kedves Watson, Meriani nem az az ember, aki a levegőbe beszél. Hallgassa csak! Délfelé üzleti dologban az Oxford Streetre mentem. Egy útkereszteződésnél, a sarkon befordulva egy őrült sebességgel vágtató kocsi hajtott nekem, s bizony-bizony alig volt annyi időm, hogy a járdára ugorjam, a kocsi azonban úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ezután nem mertem a út közepén menni, hanem csak a járdán. De ott épp oly kevéssé volt életem biztonságban, mert alig pár lépéssel odébb egy tégla esett le egy ház tetejéről, s éppen lábain előtt tört ezer darabra. Rendőrt hívattam, és megvizsgáltattam a házat. Kiderült, hogy a tetőt javítják, erre a célra volt kéznél a tégla és cserép. Arról próbáltak meggyőzni, hogy a szél fújta le a téglát. Én persze jobban tudtam az igazi okát, de mivel bebizonyítani nem tudtam volna, hallgattam. Erre már jobbnak találtam utamat kocsin folytatni. Le is intettem egyet, s kihajtattam bátyámhoz Palmalba, ahol aztán a nap hátrélevő részét töltöttem. Mikor tőle elválva, önhöz igyekeztem, egy fickó a nyílt utcán doronggal támadt rám. Ezt a gazembert ugyan leütöttem, s átadtam a rendőrségnek, de előre is tudom, hogy közte és az obskurus professzor közt, aki az alatt egészen nyugodtan töri a fejét számtani feladványain, a rendőrség a legkisebb összefüggést se fogja tudni megállapítani. Ezek után megértheti, hogy önhöz érkezve, miért volt az első dolgom az ablaktáblákat bezárni, s hogy miért akarom a házat a kapu helyett egy kevésbé feltűnő úton elhagyni. Már nem egyszer volt alkalmam barátomnak vakmerőséggel határos bátorságát megcsodálni, de ennyire még soha, mint most, mikor egészen nyugodtan mesélte a mai nap eseményeit, amelyek igen könnyen végzetes fordulatot is vehettek volna. Remélem, hogy eszerint szerint itt tölti az éjszakát? Kérdeztem. Nem, kedves barátom! Ezt a vendégszeretetet megkeserülhetné, azt pedig nem akarom. Én tisztában vagyok a teendőmmel, és biztosítom, hogy minden simán fog lefolyni. A professzor elleni vádat sikerült annyira nyelbe ütnöm, hogy jelenlétem nélkül is elintézhető, csak a végtárgyalásnál lesz szükség személyes megjelenésemre. Okosabbat tehát nyilván nem tehetek, mint hogy a hátrélevő pár napra a rendőrségnek teljesen szabad kezet engedek, s arra az időre, ha önnek is úgy tetszik valahova a kontinensre megyünk. Szívesen, annál is inkább, mert ez idő szerint nem vagyok valami túlságosan igénybe véve, s különben is egész bátran szomszédomra bízhatom betegeimet. Igen ám, de mindjárt holnap reggel indulnánk. Az is rendben van, ha éppen így kell lenni. Feltétlenül, így hát legyen szíves utasításaimat betű szerint betartani, mert arról van szó, hogy Európa legkörmönfontabb gazemberét s az ő mindenre kézbűntársait kell kiátszanunk. Mindenek előtt úti táskáját, s amit magával akar vinni, még ma kiküldi egy teljesen megbízható emberrel a Viktória pályaudvarra. Holnap reggel kocsit hozat, de lelkére kötve annak, aki érte meg, hogy fel ne fogadjon olyat, aki maga kínálkozik. Ezzel a kocsival elhajtat a lótszárkádok partmenti végéhez. A kocsisnak egy cédulát ad, amire fel lesz írva, hova hajtson, és figyelmezteti, hogy a papírt el ne dobja. A fuvardíjat kezében tartja, s mihelyt a kocsis megáll, kiubrik, a pénzt kezében nyomja, s rögtön átfut az árkádok túlsó részére úgy, hogy nyolc után ott legyen. Ott egy fedett kocsi fog a várni, arról ismerheti majd meg, hogy a kocsisnak fekete köpenye lesz piros gallérral. Erre felszáll, s ez a kellő időre elhozza önt a Viktória pályaudvarra, hogy a szárazföldi gyorsvonathoz jegyet válthasson. Ott találom önt! a kupéban. Az első osztály második kocsiában, ami részünkre lesz fenntartva. Rendben van. Még ezután is megpróbáltam holmes beszélni, hogy az éjszakát nálam töltse, de erre semmi szín alatt sem állt rá, mert úgy gondolta, hogy jelenléte rám is veszélyt hozhat. Azután kikísértem a kertbe, ott átmászott a falon, s nyomban rá egy bérkocsin hazahajtatott. Másnap reggel barátom utasításainak igyekeztem szó szerint megfelelni. A bérkocsi megrendelésénél minden lehetséges elővigyázatossági rendszabályt megtartottunk. Azzal odahajtattam az árkádok végéhez, s ott kiszállva, átsiettem a túlsó felére. A fekete köpenyes kocsi is már tényleg ott várt, s beültem, vártatva rohant a Viktória pályaudvar felé. Mihelyt kiszálltam, megfordult, s anélkül, hogy rám nézett volna, tovaszágúdott. Eddig tehát minden a legjobban ment. Táskámat magamhoz véve, kimentem a peronra, hogy kocsiba szálljak. Ez nem került semmi fáradtságba, mert a kocsi ajtaján ott állt, foglalt. Gondot csak az okozott, hogy barátomat nem találtam ott. S ez annál inkább aggasztott, mert a pálya óra szerint csak két perc hiányzott az induláshoz. Hiába néztem körül az utazók tömegén, Holmes jól ismert alakját sehol se láttam. Eközben egy olasz papnak tettem meg azt a szívességet, hogy hordárjának megmagyaráztam, hogy márháját közvetlenül Párizsba irányítassa. Ezután még egyszer körülnézve, kocsimhoz mentem, s igen meglepődtem, hogy a kalauz az én angolul gagyogó olasz barátomat akarja úti muladni. Hiába igyekeztem megmagyarázni, hogy ő nem idevaló, de látva, hogy dadogó olasságomat épp oly kevéssé érti, mint én az ő angolját, megadtam magamat sorsomnak, hátborzongva gondolva arra az esetőségre, ami barátomat érhette, ami megmagyarázná, hogy még mindig nincs itt. Már az indulásra is megadták a jelet, mikor egyszerre csak, mintha az égből potyant volna, barátom hangját hallom. Kedves Watson, hát ön már jó reggelt se kíván nekem. Meglepetésemben csak nem összeroskattam. Hátam mögött csak az öreg olasz pap összetöpörödött alakját láttam, redőkkel körülvet fénytelen szemekkel, s már-már megrázni akartam, mikor ezek a szemek elkezdtek ragyogni, s a görnyedt alak kiegyenesedett. De amint ráismertem barátomra, ismét nyomban eltűnt, s előttem csak a vén pap alakja feszengett. Szent Isten! De megijesztett. Kiáltottam. Még mindig a legnagyobb elővigyázatosságra van szükség, suttogta. Alaposokon van hinni, hogy a sarkunkban vannak, de Nini, ott van Meriáni. A vonat Holmes utolsó szavainál elindult. Én visszanéztem, s láttam, amint egy óriás a tömegen keresztül tör, s a vonatvezetőnek integet, hogy álljon meg. De már késő volt, mert a vonat csak hamar teljes sebességgel megindult. Óvő úgy látszik, eddig szerencsésen beváltak, mondta Holmes nevetve. Erre felállt, levetette talárját, és letette kalapját. Belenézett már a reggeli lapokba. Kérdezte. Nem. Akkor hát nem tud semmit a Baker Streetről. A Baker Streetről. No igen, házunkba üszköd dobtak, hogy földgyújtsák, de szerencsére nem tett benne nagy kárt. Az Isten szerelmére. Hiszen ezt már nem lehet kibírni. Miután azt a dorongos gazembert letartóztattam, nyomomat vesztették, így talán abban reménykedtek, hogy visszatértem lakásomba. Önt ugyancsak megfigyelték, mert enélkül Meriáni nem jöhetett volna ide. Nem követett el valami hibát. Szigorúan az utasításaihoz tartottam magam. Ott találta az árkádoknál a kocsit? Ott. Megismerte a kocsist? Nem a bátyám volt, Mycroft. Nagy előny, ha az embernek ilyen esetben nem kell idegent a titokba beavatni. De most azt kell tisztáznunk, hogy mit tegyünk Meriani ellen. Azt hiszem, ez nem kell, hogy gondot okozzon. A gyors vonat csatlakozik a gőzhajó indulásához. Ha azt elérjük, örökre leráztuk magunkról. Úgy látom, kedves Watson, hogy ön még mindig nem fogta fel, hogy ezt az embert minden tekintetben egy szintre kell helyezni velem. Vagy azt hiszi, hogy ha én üldöznék valakit, ilyen csekélyakadálytól meghátrálnék. Még mindig olyan lekicsinlően gondolkozik felőle. De hát mit tehetek? Azt, amit én is tennék. És mi lenne az? Külön vonatot vennék. Azzal se érne utol. De hogy nem? A mi vonatunknak egyszer meg kell állni Kenterböriben. Az övé nem áll meg. Azon kívül a gőzös is vár a vonat megérkezése után még egy fél óráig. Ez elég, hogy utolérjen. Igazán azt lehetne hinni, hogy mi vagyunk az üldözöttek? De hát nem lehet őt, ha megérkezik, elfogadni. Akkor három havi fáradtságon kárba veszne. Mert a legnagyobb har ugyan meg lenne fogva, de a kicsik jobbra-balra elmenekülnének. Holott, ha hétfőig várunk, az egész banda együtt kerül hurokra. De hát akkor mit tegyünk? Canterburyben kiszállunk. És akkor? Akkor toronyiránt New Havenbe hajtunk, s onnan át Diebbe. Csak hogy Meriani ebben az esetben is ugyanazt fogja tenni, mint amit én tennék helyében. Tovább utazik Párizsba, podgyászunkat elfogja, s két napig várni fog. Amíg ő vár, mi más bőröndöket szerzünk, és Luxemburgon és Bázelen át Svájcba utazunk. Nekem az utazás mindig különös élvezetet nyújtott. Most se sajnáltam tehát, hogy elveszthetem csomagomat, de az a gondolat, hogy egy hírhedt gazember elől bujkálnunk kell, szörnyen bosszantott. Holmes azonban kétségkívül jobban ítélte meg a helyzetet. Canterbury-ben tehát kiszálltunk, de bizony itt csúnya meglepetés várt, mert a legközelebbi vonat New Haven felé csak egy óra múlva indult. Még mindig néztem, hogy rohan a vonat a csomagjaimmal tovább, mikor Holmes megszólított. Íme, itt van már ő is. S abban a percben berobog a külön vonat, hogy az állomást egy füttyel jelezve csupán, megállás nélkül tovaszáguljon. Még az ő éles eszének is vannak határai, amint látja. Ha gondolatomat kitalálta volna, s itt kiszáll, az már valóságos mestermű lett volna. És ha utolért volna, mit tett volna? Minden valószínűség szerint rám támadt volna. Csak hogy ahhoz, mint mondani szokás, kettő kell. Most az első kérdés, itt tegyünk-e valamit, vagy várjunk, míg New érünk. beérünk. Este még Brüsszelbe utaztunk, s másnap Strasbourgba. Hétfő reggel Holmes sürgönyzött a londoni rendőrségnek, ahonnan még aznap este megjött a válasz, amit Holmes cifra káromkodás kíséretében tűzbe dobott. Gondolhattam volna. Mormogta. Meglógott. Ki? Meriáni. Az egész bandát elfogták, csak őt nem. De ki is vehette volna fel a harcot, ha én eljöttem? Pedig én azt hittem, minden adut a kezükbe szolgáltattam. Mivel így állnak a dolgok, legokosabb, ha ön visszautazik. Miért? Mert ezentúl veszélyes lenne a társaságomban maradni. Meriáni alól kihúztam a gyékényt. Londonba nem teheti be többé a lábát. Egész tehetségét tehát arra fogja használni, hogy rajtam bosszút álljon. Legalábbis ezt vettem ki szavaiból, s azt hiszem, nem szokott tréfálni. Még egyszer ismétlem tehát, legjobb lesz, ha hazamegy. Magától értetődik, hogy egy olyan régi cimbora, mint én, ilyen figyelmeztetése még inkább helytáll Strasbourgban az ebédnél még sokáig folyta vita köztünk, de a vége az lett, hogy este együtt utaztunk Genf felé. Előbb azonban egy remek, Hét napig tartó utazást tettünk a Rajna völgyében, s onnan interlákembes s bejebb mellyeringembe. Ha barátom homlokán nem láttam volna szüntelenül az aggodalom felhőjét, még gyönyörködni is tudtam volna a tavasz pompájában s a felettünk csillogó bércekörök havában. De az a figyelmes vizsgálódás, amivel minden szembejövőt végigmért, igazolta, hogy sehol sem érzi magát biztonságban. Még most is élénken emlékszem, hogy egy hegymászás alkalmával felettünk egy sziklatömb egyszerre csak megingott, s előttünk a mélységbe zuhant. Holmes egy pillanat alatt felkúszott a sziklára, s vizsgálódva jártatta szemét körös körül a tájon. Hiába erősítgette vezetőnk, hogy ez tavasszal mindennapos dolog, de Holmes mosolyából láttam, hogy ilyes valamit már régóta vár. S mégis minden aggódó ébersége dacára egy pillanatra sem vesztette el jó kedvét, sőt, mi több, soha életemben nem láttam ilyen vidámnak. Nem egyszer elismételte előttem, hogy szívesen befejezné pályáját, ha tudná, hogy az emberiséget Meriánitól megszabadította. Azt hiszem, tette hozzá, bátran elmondhatom, hogy nem éltem hiába. S ha az Isten ma szólít ki az élők sorából, nyugodtan engedhetek hívásának, mert soha. Egyetlen egy esetben sem az ezer közül, amelyek foglalkoztattak, nem álltam a gazság, hanem mindig csak az igazság szolgálatában. Egy idő óta azonban sokkal több gyönyörűséget találok a természet problémáinak megfejtésében, mint azokban, amelyeket természetellenes társadalmi állapotaink tárnak elénk. Abban a pillanatban, mikor bizonyossá válik, hogy a művelt világ legnagyobb az emberlángeszét megsemmisítettem, örökre leteheti krónikaíró tollát. Most már csak kevés mondani valón van hátra, amit szintén egész életűen igyekszem előadni, noha sokkal szívesebben siklanék át szó nélkül az egészen, mert nagyon fájdalmas emlékeket kelt bennem. Május harmadikán Meiringenben voltunk, ahol az angol udvarban szálltunk meg. Az idősebb vendéglős, név szerint Peter Steyler, igen értelmes ember volt, aki angolul is tökéletesen beszélt. Tanácsára május 4-én reggel felkerekedtünk, hogy a jéghegyek csúcsára jussunk. A szikla egyik oldalán mély út van vágva, hogy az ember jobban láthassa a vízesést, de ennek az útnak nincs folytatása, úgy, hogy az embernek ugyanazon kell visszatérni. Abban a pillanatban, mikor innen visszafordultunk, egy környékbeli fickó tűnt fel, aki egy levéllel kezében, futva felénk tartott. A levél a szálloda bélyegével volt ellátva, és a vendéglős nekem címezte. Azt írta benne, hogy távozásunk után egy fiatal angol nő érkezett oda, aki ismerősei látogatására lucenbe igyekszik, de mivel tüdőbajos, rosszul lett, s noha valószínűleg nem éli túl a reggelt, igen megnyugtató lenne, ha utolsó órájában egy angol orvos tudna maga mellett. Jöjjek tehát rögtön vissza. Utóiratában szívemre kötötte, hogy mindenáron tegyen meg kérését, mert az illető nő tudni se akar svájci orvosról, s így rá nagy felelősség hárul. Ezt a kérést nem lehetett visszautasítani. S noha nagy aggodalmat okozott, hogy barátomat egyedül kell hagynom, kénytelen voltam honfitársnőm kérésének engedni. Holmes is rábeszélt, azt mondva, hogy egy ideig még a vízesésnél marad, s azután lassan a Rosenlaui tanyára megy, ahol este megtalálhatom. Távozásonkor még láttam, hogy Holmes a sziklához támaszkodva, a mélységbe mered. Így láttam őt utoljára az életben. Utam oda-vissza egy órát vehetett igénybe. Az öreg Steyler a kapuajban állt. Nincs rosszabbul. Kiáltottam felé, még mindig futva. Az öreg meglepődve nézett rám, s arcának csodálkozó kifejezésére szívem összeszorult. Nem az önírása ez? kérdeztem, a levelet zsebemből kihúzva. Nem fekszik itt egy beteg angol nő? szó sincs róla. Ezt bizonyosan az a magas angol írta, aki az urak távozása után érkezett ide. Azt mondta. De én nem vártam egy pillanatig sem hanem halálos aggodalommal szívemben, ahogy a lábam bírta, rohantam vissza ugyanazon az úton. Lefelé egy órába került ez az út, felfelé két óra kellett hozzá, hogy ismét a vízesésnél legyek. Holmes hegymászó botja még mindig azon a helyen volt, ahol őt utoljára láttam, de ő nem volt sehol. Hiába kiáltottam a nevét százszor is egymás után, felelet helyett csak saját vízhangomat hallottam. Mikor a hegymászó botot megpillantottam, hideg borzongás futott végig a hátamon. Tehát nem ment Rosenlauba. Hanem itt ezen a három láb széles ösvényen, előtte a feneketlen mélységgel, várta halálos ellenségét. A fiatal fickónak se volt sehol nyoma. Őt bizonyosan Meriáni vesztegette meg, s az utasítás szerint kettejüket magukra hagyta. De vajon mi történt találkozásuk után, ki tudja azt megmondani? Holmes még mindig oda volt támasztva, ahol utoljára váltottam vele szót. A terület itt a vízes és sziporkázásától annyira nedves, hogy a legkönnyebb lépés nyoma is meglátszik. Az ösvény túlsó vége felé egészen tisztán látszott két ember lábanyoma. Visszafelé egy se. Csak nem az ösvény végén össze-vissza volt tiporva a talaj, s az alpesi ajnövényzet is el volt taposva és bemocskolva. Lehasalva néztem le a porzó vízkárpitba, de mivel alkonyodott, nem bírtam kivenni semmit. Kiáltásomra csak a vízhang felelt. Már-már visszatérőben voltam, midőn Holmes botjának felső végén valamit fényleni láttam. Oda nyúltam, hát mi volt? Holmes ezüst cigarettatárcája, amit mindig magánál hordott. Mikor kinyitottam, egy pár papír szeletke röpült ki belőle. Jegyzetfüzetből voltak kitépes hozzám intézve. Írása élete utolsó perceiben is olyan határozott és jellegzetes volt, mintha íróasztalnál vetette volna papírosra. Kedves Watson! Így kezdődött a levél. Mielőtt Meriani professzor úrral a köztünk fenálló viták végleges elintézésére térnék, felhasználom az ő szívességéből nekem engedett pár percet, hogy öntől búcsút vegyek. A professzor úr szíves volt megmagyarázni nekem, hogyan tudta egyrészt a rendőrséget kiátszani és másrészt minket szakadatlanul szemmel tartani. Ezzel is igazolta, hogy véleményem rendkívüli szellemi képességei felől nem volt túlzott. Azt hiszem, hogy sikerülni fog további üzelmeinek végét vetnem, de persze csak olyan áron, mely minden hozzátartozónak s legkivált önnek, nagyon fájdalmas lesz. Különben is elhatároztam, hogy tevékenységemről végleg lemondok, s hogy a végzete milyen fordulatot vett, az teljesen megfelelő hajomnak. Őszintén megvallom önnek, hogy a levél hamisítására nyomban rájöttem, s tudtam, hogy ilyesmi következik belőle, de nem akartam meghiúsítani. Peterson rendőrfelügyelőnek kérem mondja meg, hogy a rablóbanda elleni bizonyítékokat a Meriani feliratú iratcsomó közt fogja találni. Végrendeletemet elutazásunk előtt átadtam bátyámnak. Végül arra kérem, hogy üdvözletemet adja át kedves neének. Igaz szeretettel öleli tisztelője. Sherlock Holmes. Most még csak pár szót? A megtartott szakértői szemle alapján csak nem bizonyosra vehető, hogy Holmes és Meriani vitatkozás közben egymásnak mentek, s dulakodás közben a mélységbe zuhantak. A holtesteket kihalászni teljesen lehetetlennek bizonyult. Az örökké zúgó vízmorajlás közepette Alussza tehát örök álmát, egymást átadva a világ legveszedelmesebb gaz emberes az igazság legbátrabb és legesesebb zászlótartója. A parasztfiút szintén nem lehetett megtalálni. Kétségkívül Meriani bandájának egyik tagja volt. Ami a Meriáni féle rablószövetkezetet illeti, még mindenkinek élénk emlékezetében érhet, hogy felfedezésük csak Holmesnak sikerült, akinek keze súlyát még most is fájlalják a hírhet társak. A fővezérről, aki élükön állott, a tárgyalás csak nagyon hiányos részleteket hozott napvilágra, s hogy én mégis lehetőleg életűen rajzoltam meg ezt a fekete az gazembert, azt főképp azért tettem, mert védői úgy akarták becsületét megmenteni, hogy támadásukat az ellen intézték. Aki az én emlékemben mindig úgy fog tovább élni, mint az emberek legnemesebbike és legtehetségesebbike. Vége.